Akkor először is kérlek szépen ismertest, hogy Csongrád megyében is, azon belül Szegeden milyen a nők ellen irányuló erőszak, mekkora mértékben van jelen, és hogyan leginkább? Most egy nagyon érdekes helyzet alakult ki itt Magyar itt Szegeden, meg Szeged környékén, meg Csongrád megyében, mert a koronavírus járvány előtt is nagyon magas volt a nők elleni hát erőszak, meg egyáltalán szóbeli erőszak is, meg tetleges erőszak is, de most azzal, hogy 3 hónapot gyakorlatilag együtt kellett élni a családnak, és egyben, tehát be voltak zárva, ezért nagyon-nagyon megerősödött, vagy fölemelkedett a családon belüli erőszaknak a száma, és nem csak a nők ellen, hanem a gyerekek ellen is. Tehát ki lehet mondani, hogy ez az összezártság, mint olyan, nagyon-nagyon súlyosan hatott a családon belüli erőszaknak a mennyiségére. Pszichológusként dolgozol, nem egy ilyen és ehhez hasonló esettel találkozol, vagy találkoztál korábbi időszakban is. Melyik formája jellemző, inkább a fizikai, vagy pedig a szóbeli erőszak? Mind a kettő. Tehát az az igazság, hogy először szóbeli erőszak van, tehát üvöltenek egymással, megszégyenítik a hölgyeket, nagyon-nagyon durva kifejezéseket használnak ellenük, de utána ez a szóbeli erőszak, ez átmegy nagyon kőkeményen fizikai erőszakká. És hát ez, ennek van egy Magyarország, és sőt szerintem nem csak magyarországai, hanem egy ilyen világ hagyománya, mert nagyon jól ismerik az idősebb emberek azt, hogy minden családban, főleg falun, volt a tűzhely, nem a gáztűzhely, a tűzhely fölött egy ilyen falvédő, amire gyönyörűen ki volt hívezve, hogy a pénz számolva az asszony verve jó. És ez még mindig tartja ez a közmondást tulajdonképpen. Hogyha fel kellene sorolni néhány okot, indokot, hogy miért nem mernek a nők felállni, és egyáltalán meddig tart nekik, amíg azt mondják, hogy állj és elég, akkor mi lenne az, amit kiemelnél? Amitől félnek tulajdonképpen? Szégyen. Ő az a legelső, az, ami szégyellik az, hogy a családon belül ők védtelenek, és nem tudnak kiállni a jogaikért. A második dolog az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem hisznek nekik. Tehát nagyon sok olyan tapasztalat van, hogy bemennek a rendőrségre, vagy kihívják a rendőröket, hogy megtörtént a családon belüli erőszak, és most már talán nem, mert nagyon sok súlyos eset következett már be, de eddig az volt, hogy ameddig vér nem folyik, addig nem megy ki a rendőrség a családhoz, és ezáltal egy padhelyzetbe kerül a nő, hogy hiába törik el a keze, és megy el a rendőrségre, hogy bejelentse, nem, először az orvoshoz, hogy látleletet vesz, és utána betett, és utána pedig elmegy a rendőrségre bejelenteni. Neki kell bizonyítani az erőszaknak a tényét, ami nagyon-nagyon nehéz. És nagyon sokszor belesik a saját csapdájába a hölgy, hogy nem is történt tulajdonképpen erőszak. Ugyanis ez két ember közötti interakció gyakorlatilag, és ezt nagyon-nagyon nehéz bizonyítani. Nevek, mint mondjuk Renner Erika, vagy Orosz Bernadett, akik az elmúlt években kiálltak a nyilvánosság elé, elmesélték a saját történetüket, és azzal az egész magyar sajtó foglalkozott. Valóban lehetnek-e példaértékűek, és nyújthatnak-e ezáltal segítséget? Nyilván én azt gondolom, hogy igen, és sőt, szükség van rájuk, és csodálatos nők, de mi a tapasztalat? Valóban akkora hatást ér el-e egy-egy ilyen történet, mint ahogy ez kívülről, vagy a sajtó által kinéz? Nagyon kettős dolog. Tehát mind a két hölgynek a történetét ismerem, és nagyon-nagyon tisztelem, hogy kimertek állni
egyáltalán a nyilvánosság elé, de. És akkor elkezdtem olvasni a különböző fórumokon a bejegyzéseket, és nagyon-nagyon sokszor, és nem csak férfiak, hanem nők is, annyira kemény kritikával illették őket, ami számomra döbbenetes volt. Egész egyszerűen az egyharmada egyszerűen ismeretség hajhászásnak, akkor vette ezeket a dolgokat, megkérdezték, hogy ez igaz-e. Nagyon kemény szavakkal illették a két hölgyet, hogy biztos azért került ebbe a helyzetbe, mert úgy viselkedett, ahogy nem kellett volna. Most itt nem akarom a durva kifejezéseket elkezdeni mondani, de nagyon-nagyon sok ilyen kifejezést olvastam róluk. Tehát nagyon sokan azt mondták, hogy az ő hibájukban történt a bántalmazás, és nem pedig a férfit mondták azt, hogy ő egy agresszív, és egy olyan valaki, aki nem tudja kezelni az indulatait. Az áldozat hibáztatásnak, mert hogy itt arról beszélünk, gyakorlatilag Magyarországon, és azon belül, hogyha Bontyúk megyékre és Csongrád megye Szeged, valóban az lehet az oka, hogy még mindig egy kicsit elnyomásban élünk? Mindenféleképpen. Meg a másik az, hogy mindig az áldozatnak kell bizonyítani az, hogy áldozat. Na most ez egy borzalmasan nehéz procedúra. Akár nézzük a nőket, férfiakat is néha, mert azért mostanában a koronavírus karantén alatt férfi bántalmazás is történt. Tehát volt olyan férfi, aki bele is halt abba, hogy a felesége vagy az élettársa megszúrta. Tehát nem csak erről beszélünk, de az áldozatnál nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ő neki kell bizonyítani az, hogy megtörtént az agresszivitás, vagy megtörtént a bántalmazás. És nagyon sok rendőrség, vagy bírósági ügyintéző nem veszik komolyan. És annyira nem veszik komolyan, hogy például vegyük a gyerekeket. Családon belül erőszak történt a gyerekekkel. Volt olyan páciensem, kislány, akit saját hozzátartozója bántalmazott nagyon súlyosan, és 10 alkalommal kellett elmondani a bántalmazást. És egyszerűen nem hittek neki. Aztán utána végül hát a bíróságon, a másodfokon kiderült, hogy hát igazán megtörtént a bántalmazás, de ezt a procedúrát végigcsinálni embertelen nehéz. És nagyon-nagyon fölháborító, hogy még mindig itt tartunk, hogy például nincs Szegeden, vagy talán most már van olyan kihallgató szoba, ahol a gyerekeket egy rendőr meghallgatja, és aztán utána többször nem kell neki elmondani azt az abúzust, amit megtörtént vele. De még nincs. Nyilván nagyon összetett dologról beszélünk, és a megoldás is gondolom, és tudom, hogy ugyanennyire összetett. Hogyan lehet itt Szegeden csökkenteni ezeket a bántalmazásokat, ezeket az erőszakkal kapcsolatos ügyeket? Milyen módot látsz erre, véleményed szerint mi kellene, hogy történjen, és hogyan? Először is a nyilvánosság. Az, hogy tudjanak az emberek arról, hogy van olyan hely, ahova lehet fordulni. Fontos a sajtó nyilvánossága. Nagyon-nagyon fontos, mert hogyha többen beszélünk róla, sokat beszélünk róla, akkor azok az emberek is, akik eddig elhallgatták azt, hogy mi történik a négy fal között, és mi történik velük, akkor ezeket el tudják mondani, és akkor el lehet kezdeni az intézkedést. Akkor nagyon fontos egy olyan internetes oldal, ahol egy anonimban tudnak, el tudják mesélni, vagy el tudják mondani az ő történetüket, és hogyha kell, akkor
akár egy pszichológus, akár egy pszichiáter, vagy akár egy olyan szakember, aki tud ezekről, meg tud érzékeny a témában, akkor ő már tud valamilyen szinten segítséget nyújtani, és ha már meghallgatják az illetőt, az már egy lépés arra, hogy fel is tudja vállalni. A harmadik, ha a rendőrség bele kicsit érzékenyebb lenne, és odafigyelne arra, hogy milyen segélykiáltások vannak, akkor azban is lehetne segíteni. Meg hát különböző segélyszervezetek, tehát lehetne itt Szeged környékén is egy olyan ház, ahova a nők el tudnának menekülni. Van egy, de oda családok mehetnek, tehát kellene egy kifejezetten olyan helység, ahol a nők, ahová a nők el tudnának menekülni, és a legfontosabb, hogy lenne ennek olyan helye, ahol nem csak hogy elmenekülnek, hanem nem tudna róla senki, hogy hol vannak egy ideig. Mert az, hogy például van a törvényben, hogy távolságtartás. A távolságtartás az nagyon szép, meg nagyon jó, de nem ér semmit. És az a tapasztalatom, hogy ilyenkor az emberek egyszerűen, és a nők nem érzik magukat biztonságban, mert tudják, hogy a férfiak simán oda mennek, és folytatják tovább az erőszakot. A Szeged 365 eddig is, és ezen túl is minden ilyen is ehhez hasonló témában nyilván közölt és közölni fog dolgokat, és most van egy ügy készülőben, egy klassz dolog szerintem, ami mögé szintén oda fogunk állni, és azt szeretném, hogyha te ismertetnéd azt, hogy mi is ez az ügy, és hogy tulajdonképpen ti szakértők hogyan fogtok becsatlakozni, és mit fogtok létrehozni. Ami várható, hogy megalakul, és én nagyon-nagyon örültem annak a kezdeményezésnek, hogy ebbe én is részt vehettem, a Nőkért Egyesület Szegeden. Ami nem csak Szegedre vonatkozik, hanem Csongrád megyére is, és a hát úgy utána kiterjesztetni lehet talán egy dél-magyarországi részre is, mert hát nem csak Szegeden, hanem a környező városokban és falvakban is nagyon magas a családon belüli erőszak. Na most a fő célunk az, hogy ezt föltérképezni és segíteni ezeket az eseteket, és segítséget nyújtani az embereknek, és nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak, gyerekeknek is, hogy legyen egy olyan fórum, egy olyan lehetőség, ahol ez először is nyilvánosságra kerül, másodszor pedig az, hogy szakemberek, akár jogászok, akár szociális munkások, akár különböző segítő emberek belekapcsolódnának önkéntesen ebbe a munkába, és egyszerűen őt térképezni, és ezt az egész problémát, és ezt a problémát utána nem csak nyilvánosságra hozni, hanem minél jobban kezelni. Tehát ez lenne a célja. Mert gyakorlatilag ilyen most nincs Szegeden. De ebbe beletartozik az időseknek a problémája, tehát az idős nőknek a problémája, a magánynak a problémája. Tehát nem csak az erőszakról szólna ez a Nőkért Egyesület, hanem azokat a problémákat próbálnánk előhozni és megtalálni, amik a nőket és a családokat igazából nagyon foglalkoztatja. Meg, ami most nagyon-nagyon aktuális, hogy ezzel a karanténvírusos időszakkal, ami 3 hónap karantént jelentett, ez azt jelentette, hogy majdnem meg 10-szeröződött a válásoknak a száma, tehát nagyon-nagyon megemelkedett. Tehát eddig az volt, hogy a családon belül elment mindenki dolgozni, este találkoztak, nem beszélgettek, a minimális dolgot elintézték este, meg reggel, és akkor innentől kezdve nem történt semmi. Tehát nem jöttek elő a konfliktusok, nem beszélgettek az emberek. Most össze voltak zárva. Katasztrófa, hogy mik jöttek elő. És tehát ebben is segíteni, mert hát bízunk benne,
hogy nem lesz a következő járvány most itt, tehát amit előre jeleznek, hogy ez nem lesz ennyire brutálisan nehéz, mint a mostani, de most kell elkezdeni arra is fölkészülni, hogyha netalántán valami ilyesmi bekövetkezik, amit nagyon nem szeretnék, hogy ne legyen, de hogyha véletlenül, akkor is legyen egy olyan hely, ahova mindenki tud fordulni.